Elindult a költő a tegnapi mába. Apró kis kávéház titokzatos rezgése, homája, sokat rejteket az ott lévőknek a költészet napjára. Mozorgás, csendes suttogás, türelmes várakozás, aztán lépnek a művészek, indul az érzelmi áradás. József Attila támadt fel versein keresztül egy órára. Mindenki érzi, mennyire árva tud lenni az aprócskája. Gábor mesél. Attila zenél, Imre csodát művel, énekel. A huszas évek elején éreztük, ahogy a nap újra kell. Éreztük a csendben az egeknek szóló, jajduló kiáltást, a kimondott, énekelt szóban, a mindennapi mást. Elevenné vált a költő szenvedése és szenvedélye, ahogyan jobbat, szebbet varázsolt a horizont peremére. A költő megjárta a poklok bugyrát, de a mennyeket is. Ő volt az, aki tudta, egyszer valóság lesz az, amit hisz ő tudta igazán siratni a korán vesztett drágát, az anyát. Ő volt az, ki bátran mert és ostorozta a föld urát. Zengett a szó, dallamok csendültek, hatalmas élmény, a hallgató most csendesen bízva érezte, van remény. Tudtuk, éreztük, a költő értünk is élt és halt meg nekünk is osztott verseivel egy morzsa reménységet. Csodálatos tavaszi délután. Ma újra élt József Attila. Szavai lágyon szóltak, simogattak, aztán ostoroztak. Némán, Lecsukott szemmel hallgatom a dallamos szót. Én is megtaláltam a pillanatot, mindent oldó megváltót. Erős doppergés, a társadalomra mért kritikus ütések, a szerelmesnek kiáró szép szavak, ülelések, minden eleven lett újra, ekkor, ott, egy órácskára, így emlékeztünk a költészet napján József Attilára. Csoda gyereknek tartották, mondta, pedig csak árva volt. Ezekkel a szavakkal hozzám, nekem, ő maga szólt. Elmondta újra, élete nehéz volt, de igazán tartalmas. Költői szívének izzó lángjában megolvadt a hatalmas. Aprócskává válik előtte Mellette a nagynak látott világ. Csendet, rendet parancsolnak szavai. Hite erős, szilárd. Aztán az óriás lelket már nehéznek találja a gyenge test. Ott a Balaton partján ekkor az égre sötéten feketét fest. Elindult a költő, hogy testét a világnak hátrahagyva, mennyekbe szárnyaljon, bölcs gondolatot osztogatva. Megsiratták őt is. Lehet ő maga is pont ezt akarta. Talán tudta, hogy így tisztelői közt maradhatna. Szegényen élt, mégis mérhetetlen kincset adott nemzetének, a világnak lírai imakönyvet hagyott. A szemében tükröződő fájdalom, ragyogó csillag az egünkön mára már fényesen, dolgosan halad.